Látsejem szál elszakadhat, haragod elragadta. Szétgurulnak szívgyöngyeim, mossák őket elkönnyeim. Egy cseppkönyvből lesz majd ezer, patakká lesz, duzzad meder. Bőszörvényben elvész gyöngyöm, viszi folyam hegyen völgyön. Kiállítás megnyitóval vette kezdetét a Galai Napok idei rendezvény sorozata. Olyan alkotások kerültek ki a falakra és a vitrinekbe, melyeket az iskola diákjai készítettek. A Garai Napok az összetartozásról szól. Nem csak a diákoknak ünnep, hanem a tanári kar számára is különleges alkalom. Sok évre visszatekintve minden évben izgatottan várja tanár és diák is egyaránt a Garai Napoknak a rendezvény sorozatát, így van ez idén is. Sokféle, 16-17 féle programot kínálunk a diákoknak ezen a napon, és ehhez kapcsolódóan a nagy országos, illetve már Kárpát-medencei kiterjedésű versenyeink is ehhez a rendezvénysorozathoz kapcsolódnak. Tehát egy nagyon fontos pillanata, pontja az egész tanévnek ez a programsorozat. Van olyan diákunk például, aki egy évet kint töltött az USA-ban, és a kinti élményeiről számol be a diákjainak. Ezen kívül sikerül minden évbennek, nagyon örülünk a szülőket is bevonni a rendezvényekbe. Most is van több olyan szülő, aki vállalta, hogy előadással, foglalkozással, érdekes foglalkozással érkezik a gimnáziumba, és szórakoztatja a diákokat. Illetve az még fontos elmondandó, én úgy gondolom, hogy ezeket a programokat, tehát nem mi a tanárok találjuk ki, hanem összegyűjtik az osztályfőnökök előzetesen a diákok ötleteit, javaslatait, ezeket begyűjtjük, és amit tudunk, azt ebből próbálunk megvalósítani, ebből az ötlettárból válogatunk, és egyeztetjük utána természetesen szülőkkel, külsősökkel ezeket a javaslatokat, mennyire lehet ezeket megvalósítani. Van pezsgés, van nyüzsgés, különösen azért, mert a 11. évfolyamosoknak is ebben az időszakban van a diákigazgató választásra készülő programja. A kampányok a demokrácia tanításának jó talaja, mondja az igazgató helyettes. Érdemes tényleg ezeket a vitákat, a kampányvitákat végighallgatni, végignézni. Hihetetlen, milyen intelligensen érvelnek, ellenérvelnek a diákok, reagálnak egymás programjaira, illetve védik meg a saját álláspontjaikat. Úgy gondolom, hogy sokszor a nagy politika az hát messze marad ettől a színvonaltól, mint amit itt tapasztalunk. És nagyon intelligensen szervezik a kampányt is, visszafogottan, szélsőségekbe nem futnak bele, nagyon figyelnek erre a kampányfilmek elkészítésénél is, és nem csak ezt az évfolyamot rántja össze ez az esemény, hanem a kisebbek is természetesen látják azt, hogy néhány év múlva, ugye az alsó évfolyamosok számára akkor milyen diák feladatok várnak majd rájuk, illetve milyen lehetőségeket kínál ez a rendezvény a számukra.